Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Kezdődik a családdal foglalkozó műsorunk. A családon belül azért személyek is vannak, és amiről most fogunk beszélni, az tulajdonképpen egy kicsit lebontja a családot egyénekre, személyekre. De nem akarok ennyire előre menni azelőtt, hogy bemutatnám vendégeinket, akiket önök már jól ismerhetnek. Itt van velünk most is Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Köszöntelek szeretettel. Szervusztok, köszöntök mindenkit. Nagy örömmel köszöntöm Koszi Janka énekes előadó művészt Gócsot. Köszöntök mindenkit én is. És ugyanilyen szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről beszélni fogunk, nagyon sokat emlegetjük manapság. Én is sokszor találkozom a kifejezéssel, de én azt hiszem, hogy jó lesz az elején megfogni, és megfogalmazni egyáltalán, hogy mit is értünk azon, ha azt mondogatjuk, hogy önismeret. Ki lesz az első, aki belemegy a fogalmazásba, a kategória megfogalmazásába? Hát ez egy nagyon izgalmas téma. Én nagyon örülök, hogy erről szó esik itt, mert tényleg nagyon sokszor használjuk, és hogy egyáltalán el tudjuk helyezni azt, hogy mi is ez, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy hát én ismerem magam, hát nincs nekem szükségem önismereti képzésem, vagy tanfolyam, vagy bármilyen segítő folyamatban részt vennem. De hát, hogy mi is az önismeret, igazából én inkább onnan kezdeném, hogy nekem mit jelent, vagy én mit értek önismeret alatt. Nekem ez azt jelenti, amikor elemezve saját magamat, megnézem azt, hogy a testi érzeteim, az érzéseim, a gondolataim, a hiedelemrendszer, a hitrendszer, ami mentén felépítem magam, és a személyiségem, meg az életem, az miből fakad, honnan ered, miért vannak éppen azok a gondolataim, amik vannak, miért reagálok úgy egy-egy helyzetben, ahogy reagálok, miért csinálom pont azt, és pont úgy. És akkor ezekre nyilván lehetőség van, amikor az ember feltárja, akkor felismerje, tudja mihez kötni, ez nagyon nagyfokú megértést is ad, És természetesen, hogyha olyan dolgokkal találkozom, amiket szeretnék felülírni, mert mondjuk nem akarom továbbvinni, mert nem kívánatosak a számomra, akkor megvan a lehetőségem arra is, hogy ezeket újraírjam és újra értelmezzem. Tehát akár innen is lehet indulni. Ez egy nagyon jó megközelítés szerintem is. Én azt gondolom, hogy az önismeretnek egy nagyon-nagyon fontos momentuma az, hogy én tudom azt, hogy mire számíthatok magamtól bizonyos helyzetekben. Hogy tudom azt, hogy amikor nekem az élet feladatokat ad, kisebbeket, nagyobbakat, nehezebbeket vagy vidámabbakat, akkor én pontosan tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy jól érezzem magam a világomban. Ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy mi a teherbíró képességem, tudom, hogy hogyan működök. Van egy önmegfigyelő képességem és egy önreflexiós képességem erre az egészre rálátva. És igen, ha valamivel nem tudok azonosulni, vagy már nem kívánatos a számomra, akkor azt tudjam felülírni, és tudjak egy másik fajta nézőpontból hozzáállni az adott szituációkhoz. Nagyon-nagyon komoly munka, nagyon-nagyon keményen önmagunkba kell nézni, és befelé kell önmagunkba figyelni, és nagyon-nagyon komolyan kell meghatároznunk, mi az, amivel szeretnénk továbbiakban együtt élni, és maradjon bent a részünkben, a személyiség részünként, és mi az, amit meg szeretnénk változtatni. Hogyha valaki erre az útra lép, csak egyszer kell elkezdeni, és biztosan ígérhetem, hogy élethosszig tartó szórakozásra talált. Ez így van, igen. Nem abba akarok belekapcsolni, mert hogy tényleg elmondtak így mindent, inkább csak ez járt a fejemben, hogy picit olyan élményem van ezzel az önismereti dologgal, mint hogyha ez a ma világának egy különleges dolga lenne. És így az járt most a fejemben, miközben így felhoztad ezt a kérdést, hogy ez tulajdonképpen magának az embernek a kérdése. És ezzel sem akarok nagy dolgot mondani, csak elszemít, hogy ugye a klasszikus a Delfoi Jósdának a felirat, hogy de Gnótisza úton, ugye ismerd meg saját magadat, már akkor az ókori görögöknél ott volt kérdésként. De a másik, ami mondjuk egy katolikus papként eszembe jutott, ugye Jézusnak a fő parancsa az Isten szeretetén túl a fele barát szeretetnél ott van, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És azt szoktam mindig elmondani, hogy akkor tudod jól szeretni a másik embert, hogyha önmagadat jól tudod szeretni. És akkor másik, ami még eszembe jutott szintén ehhez kapcsolódóan, hogy
egy 16. századi szent, avilai szenterész, szerintem egy fantasztikus, energikus nő lehetett, és az írásait olvasva, hát egy ilyen nagyon pörgős, tüzes nő volt, akinek cikáztak a gondolatai, és ő beszél, van egy műve, az a cím, hogy a tökéletesség útja, és hogy ennek azt mondja, hogy az első állomás a tökéletesség útjában az alázat, és az alázat alapja az önismeret. Ezt a 16. században írta le egy apáca. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nem a mai kornak a találmánya. Talán csak most jobban odafigyelünk rá, vagy talán most így jobban úgy benne van a közgondolkodásban, de hogy szerintem alapvetően fontos az, hogy jól tudjam élni. Tehát ugye úgy vezetted be, hogy most nem annyira a kapcsolatokról, mint az egyenről beszélünk az önismeret kapcsán, de hogy szerintem amikor mi az egyenről beszélünk, meg az önismeretről beszélünk, meg az önszeretetről beszélünk, abban óvatatlanul ott van, hogy hogyan tudok kapcsolódni a többiekhez, hogyan tudom megélni a kapcsolataimat, mert ha én magamban nem vagyok rendben, amiket szintén idehoztatok, ha én magam nem látom magamat, én nagyon szeretem azt a szavunkat, hogy nem vagyok kiegyensúlyozott az értékeimet ismerve és ennek örülve, hálát adva érte, hogyha vallásos vagyok az Istennek megköszönve, hogy miket kaptam, mik vannak bennem, szembenézve és néven nevezve a hibáimat, tehát úgy, hogy merek ezzel szembenézni, akkor alakul ki bennem egy egyensúlyi állapot. És akkor a helyén tudom kezelni ezt, hogyha valaki dicsér, mert tudom, hogy van egy csomó olyan dolog bennem, amivel küszködök, és nem múlok össze akkor, hogyha valaki szembesít a hibáimmal, mert hogy van valami a másik serpenyő, amiben meg tudom tartani magamat. Uh-huh. Ez az önismeret, önszeretet, kiegyensúlyozott állapot, ez mind hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy és akkor hogyan fogok tudni szeretni, hogyan tudok élni a kapcsolataimban. Ugye ez jutott eszembe ezek kapcsán. Említettétek, hogy munka. Csak munka? Tehát ösztönösen nincs olyan, hogy ahogy fejlődünk, ahogy növekszünk, és tágul a gondolkodásmódunk, és sok mindent megélünk, ösztönösen is kialakul az emberbe valami önismeret, annélkül, hogy megfogalmazná? Hát gyerekkorba kezded be mindenféleképpen. Tehát amikor a gyerekkor elindul, és szépen lassan éli az életeseményeit, a pici baba egyre több mindentben lesz kompetens, ahogy egyre több mindent ismer meg a világból, és egyre több mindenben tud helytállni, az önismeretnek az lesz az egyik alapja, hogy én tudom, hogy én ezt meg tudom csinálni. Van egy ilyen nagyon aranyos történetem, valahol vendégségben voltam egyszer, és volt egy akkor másfél éves kisfiú, és jött, ment, intézkedett, beszélt halandzsa nyelven, egyetlen egy mondatot tudott mondani, ami mondat, Dudi tudda. Ez azt jelenti, hogy Gyurika tudja. Tehát, hogy mindent egyedül és önállóan akar csinálni, mert hogy ki akarta magát próbálni. Na, az önismeret valahol onnan indul, hogy én tudom, hogy én mire vagyok alkalmas. Nézd, ha nekem azt mondja a férjem, hogy süssek palacsintát, akkor nem nagy truváj, mert tudom, hogy hova nyúljak, mit hol találok, mire fölforrósodik a serpenyő, addigra kész, és már sütöm is neki. De ezelőtt x évvel, amikor én kezdtem tanulni a palacsintasütést, akkor az egy óriási rejtelem volt. Túl forró, nem elég forró, tettem alá zsírt, nem tettem alá, túl sokat tettem alá, blablablablablabla, és hosszan lehetne ezt. De ugye mire én megismertem magamat abban, hogy ezt én hogyan tudom jól csinálni, hogy én azt mondjam, hogy nekem ez nem gond, és én bármikor éjjel kettőkor, ha fölkeltenek, ez egy önismereti út a gyakorlatban, amikor a praxist megszerzi magának a gyerek is, meg a később a felnőtt is. Tehát én az vagyok, amit én tudok. Ezért magamban is az vagyok, amit magamról tudok. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az önismeretem az tovább fejlődjön és tovább lépjek, mert akkor egy bizonyos szint után megrekedt, mert én felnőttem, köszönöm szépen, jól vagyok, a világ megoldja meg. De ez nem így működik. Igen. Illetve azért én azt gondolom, hogy részben igaz az, amit mondtál, vagy idehoztál, hogy igen, van egy természetes önismeret, vagy lehet egy természetes énismeret, hogy én mit tudok megcsinálni. De hogy azért az önismeretem a kapcsolataimon keresztül alakul, mert nem biztos, hogy jó az az én képem, vagy az az önmagamról alkotott képem, ami bennem kialakul. Mert hogy ugye pont, amit az előbb itt az egyensúly kapcsán hoztam, hogy ha nem jól működök, meg nem jók a visszajelzéseim, akiktől kapom, akkor mind a két irányba el tudok billenni. És vagy túlértékelem magam, szoktam mondani, hogy aki túlértékel magát, egy dolgot tud csinálni, mint hogy lenézi azt, aki körülötte van. Aki meg alul értékeli magát, az akkor a sötétbe kerül, és mindenki fölötte van, csak ő nem. És hogyha csak magam, ugye ez a környezetem hatása is, hogy mit kapok üzenetként, és annak fényében is kialakítok egy képet magamról,
Nekem döbbenetes dolog az, amikor mondjuk szép lányokkal találkozom, és mondjuk jelzem nekik, vagy mondom, hogy nagyon szép vagy, hogy neki... Tehát volt, aki azt mondta, hogy nekem ezt még soha nem mondta senki. És ugye nem tartja szépnek magát, és mindig ledöbbenek erről, hogy vajon milyen képe van saját magáról, vagy milyen képet kaphatott ő mondjuk saját magáról. Szóval, hogy van egy belső... Én azért talán lehet, hogy így lehetne talán mondani, van egy én ismeretem, ahogy én belülről látom magamat, és van egy ennek a képnek a formálása, amit a környezetemtől kapok. És aztán azt hiszem, talán ez a környezet felelőssége is, meg valahol az én belső fejlődésem is ehhez tartozik, hogy olyan reális-e az én képem, szerintem mindannyian ismerünk olyan embereket, akik akár egyik, akár másik irányba elvilentek, miközben meg vannak győződve arról, hogy ők jól látják magukat. Igen, meg nyilván, tehát az én kép, meg az önismeret is egy picit azért leválik, tehát nem ugyanazt jelenti. Nekem egy példa jutott eszembe, és hogyha megengeditek, akkor megosztom, hogy nekem mi volt az, ami erre az útra terelt, vagy ami a legnagyobb lökést adta, hogy én ebbe tényleg mélyebb rétegeibe szeretnék elmerülni, mert nyilván vannak szintek. Pszichológushoz jártam, és egyébként egy véletlen folytán, tehát nem tudatos döntés volt az, hogy én bejelentkeztem hozzá, és aztán mindenféle témát érintettünk, míg egyszer csak az allergiához értünk, és ez furcsa lehet, mert ugye ez egy testi tünet, tehát nekem nagyon erős macska allergiám volt, illetve ilyen virágporokra is allergiás voltam. Ez úgy nyilvánult meg, hogy tényleg a szemem könnyezett nagyon erősen, folyt az orrom, viszketett a szájpadlásom, tehát hogy élhetetlen volt számomra egy olyan helyzet, ahol macska is volt még rajtam kívül. És akkor, amikor ehhez a ponthoz értünk, akkor egy nagyon egyszerűnek tűnő gyakorlatot kaptam a pszichológustól, és tudom, hogy te ezt nagyon szereted, hogyha adunk ilyen tippeket, de mondjuk ezt nem javaslom, hogy valaki otthon elkezdi, illetve el lehet kezdeni, de hát nyilván fontos, hogy valaki kísérje végig a folyamatot segítőként. Ez egy miért láncolat, amikor azt vizsgáljuk, hogy ha mondjuk van valamilyen tünet, ez nem csak testi tünetre, tehát hogy bármivel kapcsolatban meg lehet csinálni, akkor az ember folyamatosan felteszi magának ezt a kérdést, hogy de ez miért, vagy ez miért baj, vagy tehát nyilván alkalmazkodik a kijelentéshez maga a kérdés, és akkor kap válaszokat folyamatosan, ezáltal egyre jobban tud mélyülni. És én nagyon szívesen megosztom mindenkivel, hogy nekem a macskához abszolút ilyen váratlan helyzetekhez való viszonyulás, a hirtelen szituációkban való létezés az, ami engem így megijesztett, és ez kapcsolódott magához az élményhez. És amikor ezt így sikerült kitisztítani, meg megvizsgálni több rétűen, akkor azt vettem észre, volt erre az alkalomra rá 3 hétre egy fotózás, ahol macska is volt, és mondom, jó gyerekek, akkor itt nem lesz semmi, hát engem itt ember nem fog lefotózni. És aztán azt vettem észre, hogy pár óra múlva a macska konkrétan ott volt az ölemben, simogattam, semmi bajom nem volt, és azóta se. Tehát, hogy igen, szóval ez tényleg egy olyan példa, ami számomra nagyon nagy erővel bírt, és nem véletlenül léptem ugye erre a pályára, nem pszichológusként, de coachként, igen. Szóval, hogy én nagyon bíztatok mindenkit erre, mert ilyen áldásos hatása is lehet akár, hogy egy tünet, vagy akár tényleg a túlsúlyhoz is kapcsolódhat ez a, vagy nem is akarok példákat segíts mondani, bármi. Bármi, amit összenved az ember, én azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni, hogy az miért zavarja őt, az miért okoz neki nehézséget, hogy alakult ki ez a helyzet, hogyan lehet ezen változtatni, és miért tartom fenn magamnak ezt a fajta dolgot. Ez lehet akár túlsúly, akár bármi, tényleg bármi lehet. Én se akarok itt ötleteket adni. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon fontos dolog, én azt gondolom, hogy én a világomban, ha otthon érzem magam, és köszönöm szépen, jól vagyok, és a környezetemben élők is jól vannak, nagyon fontos, akkor jól vagyunk. Akkor nincs mit tenni, akkor szépen éljük az életünket, és történjenek az események velünk. De ha engem bánt, frusztrál, nehézségeket okoz nekem bármi, mondok valamit, bemenni egy hivatalba, felhívni egy idegen embert, nem tudom, megírni egy levelet, beadni egy felmondást, elmenni egy tárgyalásra, elmenni egy munkára, megnézni,
akármi, vagy a családomban különböző élethelyzetek vannak, ha az engem zavar, ha az nekem nehézséget okoz, ha újra és újra ugyanolyan helyzetekbe kerülök, akkor kezdjem már el megnézni azt, hogy egyáltalán hogy keverültem én ebbe a szituációba, és miért kerülök mindig ugyanoda, és mi visz engem mindig ugyanoda, és mi az, ami ezt kiváltotta, mi az, ami fenntartja, és hogyan lehet megváltoztatni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és mivel millió ilyen van, ezért fontos arra, hogy odafigyeljünk, hogy a testünk fog rá reagálni először. Szoktam mondani, hogy mindennel tudsz hazudni, az érzelmeiddel, az eszeddel, a tested az nem fog hazudni. Tehát amikor észreveszed, hogy feszülés van, hogy szorongás van, hogy szorulás van, hogy nehéz légzés van, hogy nem tudom én micsoda, természetes, ha olyan a helyzet, akkor menjél orvoshoz, de alapvetően, hogyha ez bizonyos szituációkban jön újra és újra elő, akkor biztos lehetsz benne, hogy ott valami olyan tényező áll fent, amivel neked dolgod van, és ez az önismeret útján lehet csak ez is egyébként az önismerethez hozzátartozik, hogy az ember le tudja választani, hogy mi a testi érzetem, és mi az érzés, ami megjelenik bennem. És nekem itt kapcsolódik ez, amiket mondtatok, hogy úgy van az a két szavunk, hogy szorongás, félelem. Igen. Ugye a szorongás az egy olyan félelem, aminek nincs neve. Az csak egyszerűen ott van, nem tudom megmondani, miért nem merek bemenni a hivatal. Nem tudom megmondani, és addig az uralkodik rajtam. De hogyha nevet tudok neki adni, és meg tudom fogalmazni, amiről szintén itt szó van folyamatosan, akkor onnantól nem tűnik el a félelem, csak már lesz neve. Az ókorban volt egy ilyen fogalom, hogy névmágia. Ez volt mert ugye az volt mögötte a mágikus gondolkodásnak az alapja, hogy aminek tudod a nevét, a fölött hatalmad van. Ugye a 10 parancsolatban a második parancs, hogy Isten nevét hiába neved, vagy többek között ez a gondolat is benne van, hogy a teremtmény az soha nem tudja, nem mondhatja ki a teremtő nevét, mert a teremtménynek sosincs hatalma teremtő felett. Tehát, hogy ezért sem mondhatom ki az Isten nevét, mert hogy ő mindig az Isten, és nekem sosincs fölött a hatalmam. Jézusnak az ördögűzéseiben van többször ilyen, hogy a démonok próbálkoznak Jézusra, és mondják neki, hogy tudjuk ki vagy te, de hogy az Isten fia, tudjuk mi a neved. És akkor Jézus ilyenkor szokta mondani, hogy elhangas, és takarod ki belőle. Ez a hiába tudod a nevemet, akkor sincs fölöttem hatalmad. Hogy egy picit valami ilyesmi zajlik le ezekben a nevesítésekben, hogy amíg nem tudom a nevét, addig uralkodik rajtam az a démon, és elszívja az energiámat, mert egy csomó mindent leköt abban a pillanatban, amikor azzal foglalatoskodom, és állandóan azon jár az agyam, holott tulajdonképpen, ha tudom a nevét, akkor lehet, hogy ott marad a félelem, de legalább tudom a nevét, és már el tudok kezdeni dolgozni vele, ami szintén itt, ami így előjött ezekben a folyamatokban. Nagyon fontos dolgot mondasz, Gábor, bocsánat egy pillanat, és aztán mindjárt tovább engedem neked is a szót. Nagyon fontos dolgot mondasz, mert ha már meg tudom nevezni azt a folyamatot, ami engem frusztrál, vagy azt a dolgot, ami nekem nehéz, akkor az történik, hogy már rá tudok nézni. Ha rá tudok nézni, meg tudom vizsgálni. Ha meg tudom vizsgálni, eredmények fognak születni. Azokból az eredményekből ki lehet indulni. Tehát egy folyamatot indítok el ezzel a dologgal, hogy a nevén neveztem ezt az egészet, és nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy nézzem meg, hogy az, ami engem ilyen szinten bánt, ami ilyen szinten fogva tart, ami rabolja az energiámat, hogy azzal én hogyan fogok tudni dolgozni. Ha jól megfigyelem, akkor megtalálom azt az utat, amivel ezt lehet kezelni, és meg lehet változtatni, és felül lehet írni. Át lehet keretezni, más nevet lehet neki adni, lehet a helyére más tenni. Hogyha ettől megszabadultam, akkor van egy tér, amiben bejöhet egy újabb érzelem, vagy egy bármi olyan szituáció, amivel utána tudok együtt élni, vagy dolgozni. És azért fontos az önismeretben a tudatosság, mert hogyha én tudatosan haladok ezen az úton, és figyelem meg a napjaimat, és figyelem meg a napi történéseimet, akkor tudok tervszerűen dolgozni az önértékelésemen és az önismeretemen. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka, és nagyon nehéz és fájdalmas munka sokszor. Mennyire van jelen mindebben a változás? Változás nélkül nem megy. Hát az folyamatosan. Az folyamatosan a változás, maga az élet, persze. Ezért is kell folyamatosan dolgozni rajta. Ezért is kell folyamatosan, csak igen. Csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez az én munkám, pontosan azért van szükség segítőkre, coachra, mentálhigiéniai szakemberre, pszichológusra, és szerintem jó, hogyha egy a gondolkodásunkba belekerül az, hogy nem baj, hogyha szakember segítségét kérem.
Mert egy picit az van még szerintem most is a fejekben, hogyha valaki pszichológushoz megy, akkor ő beteg. Igen. Tehát, hogy nem vagyok én beteg, hogy én pszichológus. Nem, a pszichológusnak nem az a dolga, hogy ő meggyógyítson, hanem egy elakadásban segít. Erre képződik tulajdonképpen, vagy egy mentálhigiéni szakember, vagy egy coach, egy pszichiáter, orvosként kezel, ad neki egy gyógyszert, aztán kapsz egy szorongásoldót, meg nem tudom milyen nyugtatókat. Ő orvosként kezel, de alapvetően segítő szakemberek azért vannak, mert hogy magamtól, tehát nem vagyok Münchhausen báró, hogy én itt a hajamnál fogva kiemelem magam a mocsárból, és én picit ezért szoktam félni a magán öngyógyításoktól, vagy a magán önfejlesztésektől, hogy majd én megoldom, meg én ismerem magamat, meg én elolvastam X könyvet, és akkor már tudom. Milyen tévutakra lehet. Meg akkor utána jönnek, hogy akkor elkezdem elemezni a férjemet, feleségemet, gyerekemet, és akkor megoldom, meg egy narcisztikus személyiség, meg depressziós, mert én elolvastam, és tudom, mit kell csinálnom. De ha nem vagyok szakember, ezek a könyvek, ezek tudnak segíteni, de pont azért, mert hogy önmagamról van szó, belecsúszhatok abba a csapdába, hogy azt a vakfoltot nem látom, ami ott van benne. Pontosan úgy jön egy szakember ebbe az egészbe, mert ugye sokan azt szokták mondani, hogy hát most miért osztam meg egy idegennel az én problémámat, meg mit tud ő az én életemről. Pontosan úgy jön a képbe, hogy ő egy külső pont, aki teljesen más szemszögből fog rálátni erre az adott dologra, és nagyon jó, hogy elmondtátok ezeket most, mert amit én az előbb szerettem volna mondani, ez megint csak egy példa, de szerintem ehhez így nagyon jól lehet kapcsolódni. Az egyik ülés során volt arról szó, hogy konfliktus kerülő a hölgy, és hogy ez vajon miből adódhat. Tehát, hogy a munkahelyén is előjön ez a nehézség. És akkor szépen, ahogy így visszafejtettük a dolgot, előjött az, hogy gyerekkorától kezdve a testvére és az anyukája nagyon sokat veszekedtek egyfolytában egymással, és ő a kettőjük között egy ilyen békítő szerepkörbe került, és ezt a szerepet tudattalanul viszi tovább az életében, tehát akár a munkahelyén, akár a magánéletében, stb. És innentől kezdve, hogyha ezt már ugye meglátta, és képes volt felismerni, és úgymond egy ilyen aha élménye volt, akkor már a megértés ugye az helyet kap, és így már tudok vele mit kezdeni, ugye a címkézés, amiről az előbb beszéltünk, hogy igen, hát akkor itt erről van szó, jó, oké, akkor megértettem, akkor milyen lépések vezetnek oda, hogy elérjem a célomat. Mert hiszen ez neki nem jó, hogy konfliktus kerülő, tehát más működést szeretne. Ez is nagyon érdekes, meg az is nagyon érdekes, hogyha a világtól kap valaki visszajelzést 2x, 3x, 5x, 48x, 600x, és ő mégsem hajlandó ezzel a jelzéssel foglalkozni. Igen. Megtartja vakfoltnak magában, mert szent meggyőződése, hogy ő aztán mindent úgy, ahogy tökéletesen és jól csinál. Ugye mi gyerekintézményben dolgozunk, gyerekintézményt vezetünk, és érdekes megfigyelni a világ változásával a szülői attitűdöknek a változását. Most egy ilyen szélsőséges esetben vagyunk túl, hogy egy anyuka nem, nagyon nehezen tudta dönteni, hogy hozza, ne hozza. A gyereknek egyértelműen szüksége van rá, de anyukának még mindenféle biztosíték kell, hogy ez így rendben lesz, meg jó lesz. Túl vagyunk a 43. körön, és akkor anyuka bevonul a gyerekkel, és akkor mindenfélével felszerelve egész odáig, hogy egy WC szűkítőt hoz az ő kislányával arra a másfél órás terápiára. Tehát, hogy értitek, már olyan túlkapások vannak, hogy az valami elképesztő, és amikor én ezt megpróbálom vele megbeszélni, és elmondom, hogy ez már kóros, tehát pszichológus, pszichiáterért kiállt, akkor ő azt hiszi, hogy én gúnyolódok. Tehát nem érti, hogy én valóban segítő szándékkal mondom, hogy ez most már itt nagyon komoly problémákat fog okozni, mert az, hogy ő felnőttként hogy éri az életét, oké, de én ugye a gyerekekre vagyok nagyon kihegyezve, és ő rájuk vagyok érzékenyítve. Pontosan tudom, hogy az a gyerek mit szenved egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatban. Na most az nem az én feladatom, hogy ezt megoldjam, tehát ott tényleg pszichológusért vagy pszichiáterért kiállt inkább ez a történet. De amikor a világ nekem folyamatosan adja a visszajelzéseket, hogy nem oké, nem oké, nem jól látod, nem jól gondolod, akkor egy idő után vegyem már észre, hogyha mindenki mondja nekem, akkor nem biztos, hogy mindenkivel van baj, csak én vagyok oké. Tehát, hogy az emberek manapság, és akkor itt jön az elejére visszautalás, hogy túlkompenzál. Mert hát velem mi baj lehet? Hát én olyan tökéletes vagyok, feláldoztam magam mindenkinek mindenért is,
és aztán utána jönnek azok a problémák, amikor nem tud velem mit kezdeni a környezetem. Illetve fontos az is, hogy ne írjuk le magunkat, mert ha érezzük, hogy valamiért lefelé megyünk, vagy nem jól működünk, akkor határozzuk ezt meg, vegyük észre, és kérjünk segítséget. Én azt hiszem, hogy ebben a témában még maradtak dolgok, úgyhogy vissza fogunk térni rá következő műsorunkban, de sajnos most elszaladt az idő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Kosszi Janka, Fekete Cseri Zsuzsanna és Tolnyai Gábor is, és köszönjük szépen a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. További kellemes tévézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra!